Sziasztok, Kata vagyok, ő itt Liza, és ma megtanítjuk forogni. Ehhez a feladathoz szükségünk lesz sok jutalomfalatra, egy klikkerre és egy célkövető pálcára. Célkövető pálcát akár készen is megvásárolhatjuk a boltban, de magunk is készíthetünk például antennából és egy labdából, dugóból, vagy bármiből, amit a végére tudunk fabrikálni. Pálca használatához az szükséges, hogy a kiskutyánk megtanulja, hogy a végén lévő tárgyra tegye az orrát. A klikket pedig arra használom, hogy megjelöljem a kiskutyámnak azt a pillanatot, amikor ő jól csinált valamit. Ehhez az szükséges, hogy tudja, hogy a hang jutalomfalatot jelent. Ha már a kutyusunk ismeri a pálcát, akkor azt mozgatva különböző mozdulatokra tudjuk rávenni. Így például a pörgésre. A klikket mindig pörgés közben nyomjuk, hogy tudja, hogy a fordulat az, amit meg szeretnénk erősíteni. Ez már szépen megy, akkor a pálcát elkezdjük egyre kisebbre venni, egészen odáig, hogy már csak egy kicsi jelet adjak vele a fordulatra. És ha ez megvan, akkor akár ki is hagyhatom a feladatból, és helyettesíthetem a kezemmel. A feladatot kézjelen kívül vezényszóhoz is köthetem. Ehhez először akkor használom a vezényszót, amikor a kutya már csinálja az adott feladatot, hogy össze tudja kötni ezt a kettőt, majd a vezényszót fokozatosan egyre korábban kezdem el mondani, így kerül végül teljesen a feladat elé. Forog. Tehát akkor mondom, amikor már forog elsőre. Forog. Majd mindig egy kicsit előbb. Forog. Nagyon ügyes vagy. A gyakorlást mindig egy sikeres feladattal, extra adag jutalommal és nagy játékkal zárjuk. Forog. Jó, szuper ügyes vagy. Jó, nagyon ügyes vagy.